Levendula illat járja be a szabadkai vasutas helyi közösség piac terét. A VMS helyi női fóruma jótékonysági levendula napot szervezett. Nagy volt az érdeklődés szombat délelőtt a levendulából készült termékek iránt. Vettünk gyertyatartót levendulás gyertyával, sótartót és ilyen illatosító kálcikákat. Levendulát tavaly is vettünk, ilyen kis tasakokban, amit a szekrénybe tartok azóta is illatosítónak. A vásárlók megkóstolhatták a gyógynövényből készült ínyentségeket is. A levendulás méznek fantasztikus és aromás, illatos és ízvilága. Az egy különleges ízvilága, amit nem lehet egyáltalán semmivel se összehasonlítani. A levendulának számos jótékony hatása van, így a termelők mindenkinek ajánlják. Pattanásokat nagyon jól eltüntetni. A szárított növényeket, ugye, mint ismerjük, a mojírtásra használják, nagymamáink is használták, sőt, mojlepkékes spájzban. Példaértékűnek tartja a női fórum akcióját Horváth Tímea. A Vajdasági Magyar Szövetség kertvárosi listavezetője kiemelte, a helyi közösségi választásokon a lakosok szavazatai az ilyen jellegű rendezvényeket is támogatják majd. A közösség, településünk, lakóhelyünk az ugye, ahol több évtizedet is eltölt az ember, is úgy gondolom, hogy ezt csak mi emberek tudjuk szebbé tenni, és közösen tudunk ezen dolgozni, akár a VMS női fórumon karöltve itt a polgárokkal, akár a tagsággal. Azt gondolom, hogy minden embernek a jelenlétet számít, és mindenkire számítunk, aki továbbra is támogatni szeretné az ilyen és a hasonló jellegű rendezvényeket. A levendula napokra a Szabadka polgármestere Maglai Jenő is ellátogatott. Nagyon szép akcióról van szó, az emberek egy kicsit összegyűlnek, barátkoznak. A levendula napok bevételét a szabadkai vasutas helyi közösségben élő szegény sorsú gyerekek megsegítésére ajánlják fel. A rendezvényből befolyt összeget tanszerek vásárlására fordítjuk, amelyeket augusztus utolsó hetében a nehéz anyagi körülmények között élő gyermekek körében fogunk kiosztani. A vásár vasárnap reggel 8-tól délután 1 óráig tart nyitva.